Talita Kumi. Amitől félni kellett, az bekövetkezett. Távirat érkezett. A kárpáti nagy barakokat sietve ki fogják üríteni, az ellenség megszállta már a rahói hágót. Hajnalban autók indulnak a határra, Arató velük fog menni. Zsebre gyűrte a táviratot. Katarina szobában volt, de nem kérdezett semmit. Bánta is ő most a rahói hágót, bánta is ő az egész háborút. Megint Fülig beágyazta magát a puha ábrándi iszabba. Édesen és bágyattan sütkérezett, amellett azonban kész maradt arra, hogy az első ellenséges érintésre mérgesen fölhorkanjon. Az ura azonban nem akarta már bántani. Az üvegerkélyen állt, elnézett a Dunára. Miféle világ ez, tavaszi levegő, tele van vészharangok kongásával. Egy egész világrész fölött állandó véreső permetezik. A barakokban 5000 csontvázzá aszott férfi fekszik, s lázban égő szemmel hallgatja a közeledő ágyúzengést. Itt pedig gondtalan urak cigarettáznak a Dunaparton, vidám nők mutogatják nekik a lábszárukat. A szobában meg egy asszony ül, aki ajkát harapdálja, és aki meg van róla győződve, hogy a világ minden fájdalma nem ér föl az édes kis borzongással, amit ő most az idegeiben érez. Ki tud kiigazodni ebben az összevisszaságban? Oda át magasan a királyi vár fölött fényes tavaszi felhők sétálnak a menny acél kék rétjé. 8-10 egyforma alakú felhőfoszlány a kisebbek elől, az öregek hátul, szeliden és illedelmesen, mint egy túlvilági, leány nevelő növendékei. Arató elnézte őket. Úgy tetszett neki, hogy régi jó ismerősei. Egyszer már látta őket, talán kisfiú korában. Akkor is tavasz volt a Harkályhegy fölött. Akkor is ilyen békésen vonultak és szerényen örvendeztek rózsaszínű ruhájuknak. Lehet, hogy akkor éppen iskolába mentek, és a lecke órájuk most ért véget. Lehet, hogy a felhő iskolában 30 esztendeig tart egy óra. Sokáig nézte a levegő leányainak tündöklő játékát, és akkor megint az történt vele, amit a lelki ernyedés óráiban már többször is tapasztalt. A felhők fölismerték az erkélyen álló halandóban az ő garabonciás játszótársukat, és alattomos süldő leány gyöngétséggel fölszívták magukhoz a napfényes magasságokba. A tavasz gigantikus folyamából, amely láthatatlanul áramlott végig az égboltozaton, egy hullám átcsapott Arató lelkébe. Az egész ember egyszerre megtelt kristálytiszta nyugalommal. Ugyanaz a természeti erő emelte a magasba, amely a felhők vonulását szabályozta. A felhők az ő édes húgai. A kuszált és kicsinyes hangzavar, amely az imént még remegésben tartotta idegeit, eltompult, elhalkult, elhalt a mélységbe. Arató most már csak azt a grandiózus és szomorú szimfóniát hallotta, amelyben 5000 beteg ember halálfélelme lüktetett. 5000 ember várta őt a barakokban. István már ágyában feküdt, Katalin még öltözőjében motoszkált. Vajon átjön-e jó éjszakát mondani? Most megroppant oda át az ágy. Lefeküdt, nem jön át. A leány barlangja elsötétedett. Hát így is jól van.
Csöndesen feküdtek, de egyikük sem aludt, mindegyikük visszafojtott lélegzettel fülelt át a másik szobába. Tavaszi éjszaka volt, és mégis nehéz, őszi ködök ereszkedtek le reájuk. Novemberi szél zizegett végig a hálószobákon. Ez a búcsú éjszakája, fonnyadásé, az őszé, a halálé. Ami tegnap még virágzott és illatozott arató lelkében, az ma száraz lombesőként hulladozott körülötte. A múlt emlékei, a jövő reménységei, gyönyörű napok, mosolygó percek fáradt libegéssel szállottak az árnyékos mélységbe. Kinek fognak most már nyiladozni a harkályvári fehér orgonák? Ki fogja eltetni a páva galambokat? Kató türkis színű kimonója, amelyet reggeli szél dagasztott az oltfai málnabokrok között, fonnyat nagy virágként merült el a homályban. A harkályvári zenélő óra dallama, amelyet oly gyerekes áhítattal hallgatott, egy rút diszakkorddal ketté szakadt. Tájékok, melyeket együtt láttak, könyvek, amelyeket együtt olvastak, érzések, amelyeket együtt éreztek, elhervadtak, lehullottak, meghaltak. Füsté lett a rózsdavörös Róma is, az ametiszt színű Párizs, a gyöngykagyló fényű Velence, ahol együtt jártak a múltban, és párává lett Atén elefántcsont sárga dicsősége, párává az arany Bizánc, ahová együtt akartak elmenni a jövőben. Minden eltűnt az őszi árnyékban. Az enyészet melankóliája betöltötte az éjszakát, és ránehezedett Katalin szívére is. És egy percre fölébredt benne a forró vágy az elmúlt nyár után. Egy ideig küszködött ellene, de a múlt erősebb volt, legyőzte, rabul ejtette, magával hurcolta az asszonyt. És István egyszerre nezt hallott a kék szobából. Engedelmes kis lábak közeledtek felé mesztelen topogással. Gyöngyvirág szagot érzett, az asszony ott állt az ágya mellett. Megkereste ura kezét, kissé viaskodott vele, aztán hirtelen ráborult, és elkezdett keservesen sírni. Az éjszaka és a távolság ködén keresztül egy ismerős arc világított, Katóka régi bájos arca. Katóka ámulva ismert önmagára és urára. Mi történt itt? Arató nem szólt hozzá egy szót sem, csak szeliden magához vonta. Nyakán egymás után szaladtak végig az asszony forró könnyei. Bizonyos, hogy visszaveheti, ha akarja. Holnap reggel magával viszi, és nem ereszti többet maga mellől. Kató meg fogja vele osztani a veszedelmeket és nélkülözéseket. Kolerásokat, tífusz betegeket fog ápolni. Igen, tegye meg, hiszen azért az ő felesége. Egy hónap múlva elfelejti azt az embert. Két hónap múlva sírva csókol kezet urának. Köszönöm, hogy nem voltál büszke, köszönöm, hogy megmentettél magamtól. És három hónap múlva? Három hónap múlva Katóka, olykor minden érthető ok nélkül elfogja magát nevetni. A világért se fogja megmondani miért, de István tudni fogja, hogy most arra furcsa pudvás Milka százados úrra gondol. Ó, igen, visszaveheti, ha akarja. Katalin szepegve és forrón bújt az urához. Tanár valami kis fájdalmat érzett a nyakán. Az amulet volt, amit keblén viselt az asszony.
De nem a régi Szent Katalin arany, hanem valami új amulett, egy zománcozott kis kereszt. No lám, a harmadik, az utolsó Szent Katalin is lekerült gazdája nyakáról. Nem viseled már a Katalin aranyat? Kérdezte halkan. Az asszonyban egyszerre megdermedt a lélek. Szinte érezni lehetett, mint hűl ki a teste. Nem viseled már. Elszakadt. A lánca elszakadt, hazudta. Ezt a keresztet hol vetted? Ezt a keresztet hol vetted? Kaptam. Kitől? Az apáca főnöknőtől. Tudta, az ura nem hisz neki. Jó ideig mozdulatlanul, mereven és hidegen maradt István mellett. A lélegzetét is visszafojtotta, csak a szíve tétova kopácsolása hallatszott nagy távolságból. Az alexandriai veretű régi Katalin aranyat pedig még lánykorában kapta Istvántól. Már akkor tisztában volt vele, hogy az ajándék után az ajándékozó is övé lesz. Az aranyból a székely ezermester medálliont csinált, és Kata az ura arcképét őrizte benne. A hátsó lapjára parányi betűkkel ezt a bibliai mondást vésette rá István. Légy hív, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Katának az a babonája fűződött hozzá, hogy addig lesz csak szerencséje, amíg nyakában hordja. Egyszer elvesztette a tengeri fürdőben, és akkor két napig beteg volt az izgalomtól, míg csoda módon meg nem került a kincse. Akkor kijelentette, hogy az aranyat vele együtt kell majd eltemetni, illetőleg velük együtt. Katalin ragaszkodott ötletéhez, hogy ő és ura egy napon fognak meghalni, és most levetette a medáliont egy kereszt kedvéért. Egy zománcos kis keresztért, mit hosszas alkudozás után Ruzicska régiségkereskedőnél vett meg Milka százados. És különös a hűtlenségnek ez a szimbóluma szinte jobban fájt Aratónak, mint maga a hűtlenség. Nem, így mégsem lehet. Visszalopni feleségét a tolvajtól? Nem. Az ilyen esthomályban orzott szerelemben több volna a lealázás, mint a boldogság. Nem tudná többet magáinak tekinteni, nem tudna többet szemébe nézni. Vagy van lelke Katónak, vagy nincs. Ha van, akkor határozzon a maga eszével, és menjen a maga lábán oda, ahová kell. Ahhoz, hogy István ölben hozza haza, már nagyon is messzire elkóborolt hazúrról. Ha pedig nincs lelke, akkor, amit az ember ilyen könnyen elveszíthet, azt nem érdemes megtartania. Ez tiszta számadás. Holnap korán kell kelnünk, mondta István. Katalin megértette. Azonnal fölkelt és szó nélkül topogott a zománcos keresztjével a kék barlangba. Korán reggel Arató már útra készen volt. Midőn benézett, Katalin ajtaján az asszony erősen lehúnyt pillákkal feküdt ágyában. A kék függönyön beszűrődő hideg reggeli fényben makacsul összeszorította a száját. Szeme alja karikás volt, tehát ő sem aludt az éjjel. Nem mozdult, pedig biztosan ébren volt. Az egész márvány fehér asszonyi test csupa makacság, csupa tiltakozás és visszautasítás volt. Nem akart már visszaemlékezni arra Katalinra, aki az éjjel mezitláb kelt ki ágyából. Megint állig beburkolózott hűvös köntösébe, mely kifelé jéghideggé tette, befelé pedig édes tűzzel sütögette tagjait. István jó ideig nézte.
Nekik nem voltak gyermekeik. De mennyi szellemi magzatnak adtak életet. Azok most halva hevertek a hálószoba szőnyegén, megtört szemmel, rémülten kitátva kicsi szájukat. Édesanyjuk meggyilkolta őket, mint Médea a gyermekeit. Édesanyjuk, aki most alattomosan lehunyt szemmel, a hazugságtól megfertőzött ajakkal sápadtan és csökönyösen feküdt ágyában. Gonoszság ez? Ó, dehogy! Arató rajta kapta magát, hogy Katalint még jobban sajnálja, mint önmagát. Isten veled, Grácián, Katóka, mondta halkan. Midőn keresztül ment a dolgozószobán, az asztalon látta Kató kis írótábláját. Kezébe vette, és az ő energikus kardvágás betűivel két szót írt a Milka kapitány írása alá. Talita Kumi, aki szereti a jámbor idézeteket, ezt is megkeresheti Márk evangéliumában, arab nyelven van, magyarul annyit jelent, hogy leányzó, kelj fel. Tulajdonképpen csak azért írta oda, mert restelte már a bujkálást. Csodában azonban nem hitt, érezte, hogy Jairus leánya ezúttal nem alszik, hanem meghalt. Egyedül ment ki az előszobába. Ott azonban már várta és megrohanta valaki, valaki, akit nagyon boldogtalanná tett a búcsú gondolata. Kántorkutya. És milyen különös az emberi szív. Arató Istvánnak jól esett a tudat, hogy mégis van valaki a házában, aki sajnálja távozását. Lehajult kántorhoz, megveregette a nyakát, és mosolyogva mondta. Igen, kántor, tudom, azért van hűség a világon. Katalin még akkor sem mozdult meg ágyában, midőn ablaka alatt már fölzúgott az induló gépkocsi. A szemét sem nyitotta ki, pillái közül azonban nehéz könnycsepp szivárgott el.